Kedves nézőink, a közelmúltban részt vettek a belgiumi Európa-bajnokságon a Szundome Esek karatésai. A következőkben ezzel kapcsolatban láthatnak egy stúdióbeszélgetést. Köszöntöm a stúdióban a Szundome Ese versenyzőit és edzőjüket. Szervusztok, lányok! Hello! Egy csomó éremben jöttetek megint haza. Tehát mindig a Miklós szokott jönni, időnként hoz érmet, most nem ő jött, ti jöttetek. Mennyi érem az, amit hazajöttetek először? Talán Helgával kezdjük. Összesen hány éremmel jöttetek? Összesen 28 éremmel jöttünk haza. Ez sok vagy kevés szerinted? Na, elég jó. Nekem sok. Nekünk is sok. Ez volt a legeredményesebb Európa-bajnokság eddig, ami Szundome Ese történetében eddig előfordult. Akkor ilyenkor nincs egy kis fasírt apukával, mert ő mindig azt szoktam mondani, hogy nem szoktunk tervezni, hát 20 fölött terveztük, és akkor 28 lett. Ezt abszolút nem terveztük most, ezen nagyon meglepődtünk. Akkor beszéljünk a részletekről. Luca, hány érmet hoztál haza? Két arany és egy ezüst. Milyen kategóriákban? Kicsit homályosíts föl, én állandóan összekeverem a kategóriákat, de ezért vagytok itt, hogy mindig megvilágosítsatok. Egyéni küzdelemben ott egy arany, csapatküzdelemben egy ezüst és egy arany. Ez első ilyen komoly megmérettetésed volt? Nem, mert voltunk világbajnokságon tavaly, és ott is jól szerepelt az egész csapat. Én azt gondolom, hogy ilyen három érmet hazahozni, ebből két aranyat, az nem olyan rossz teljesítmény. Számítottál erre? Hát nem igazán. Mi kellett hozzá? Szerencse, jó formaidőzítés, vagy egyszerűen ennyire tehetséges vagy, hogy nem tudott megverni senki? Felkészülés kellett hozzá, szerintem. Éva? Én is három érmet hoztam haza. Két ezüstöt és egy aranyérmet. Melyik a kedvesebb? Lehet ilyenkor érmek között válogatni, hogy melyikért volt nagyobb a harc? Hát nagyobb harc. Nyilván valamelyik a formagyakorlatból származik, remélem. Nem. Mind a három küzdelemből származik. És talán legtöbbet az aranyért küzdöttünk. Neked hányadik Európa-bajnokságod volt? Ez volt az első. Előtte való nagyobb versenyem nekem is ez a világbajnokság volt. Azért Belgium nem itt van. Egyszerűbb volt ennyi utazás után versenyezni, vagy jobb lett volna, ha a közelben van? Szerencsére ki tudtuk magunkat pihenni, kedden reggel indultunk, este értünk oda olyan 8 óra körül, úgyhogy a gyerekek le tudtak időbe feküdni, aludni. Nehéz ilyenkor ágyba tenni őket? Tehát azért holnap verseny, és akkor ilyenkor mit tesz egy edző? Elkiabálja magát a folyosón, hogy takarodó? Nem, tudják a dolgokat. Tudják? Tehát fegyelmezettség időben van? Időben lefeküdtek. Az izgalom mennyire határozza meg itt a másnapi reggeli edzői teendőket? Nyugtatni kell őket, vagy van idő taktikát egyeztetni? Első nap még abszolút nem izgultak, hiszen szerdán edzések voltak csak, illetve város néztünk egy kicsit ott a környező falvakban. Neked milyen most úgy részt venni egy Európa-bajnokságon, hogy egy kicsit a tatami szélén állsz és edzői instrukciókat kell adnod? Egy Európa-bajnokságon érdekes volt. Nagyon örültem, hogy én juthattam ki, mind és segítettem ez? A kicsiket. Meg kellett ezért küzdeni? Nem, igazából most, mint edző juthattam ki, eddig, mint versenyző jutottam ki. És mi a helyzet a versenyzői karrierrel? Az még folyik, vagy párhuzamosan megy az edzőivel? Vagy? Párhuzamosan megy az edzőivel, igen. Ez könnyebb így, vagy azért egy kis nehézséget is? Nehezebb, rólad? Sokkal nehezebb. Luca, milyen most a Helgával, hogy ő az edző? Amíg csak egymás mellett küzdöttetek, időnként gondolom felnéztetek rá, most mint edző könnyebb őt elfogadni? Hát nem tudom, igazából én nagyon örülök neki, mert például az egyéni küzdelmemnél is ő volt benne, és örültem, hogy ő volt ott. Ha össze kell hasonlítani a Miklóssal, akkor mi a különbség kettőjük között? Hát szerintem Miki bácsi szigorúbban vesz minket. A Helgát pedig jobban elfogadjuk, mint így barát, mert jó régóta ismerjük. Ez annak kellemes, aki szorgalmasabb. Aki nem szorgalmasabb, annak azért csak jobb a szigorúság, nem? Éva, te milyen típus vagy? Hát szorgalmasabb. Helga, szerinted is? Igen, igen. És változik-e majd ez, vagy te úgy gondolod, hogy ez lesz az edzői stílusod, hogy közvetlenebb vagy hozzájuk, és megtartátok a Miklóst a szigorú edzőbának? Igazából én velük nőttem már fel, úgyhogy velük még a barátságosabb kapcsolatot ápolom. A kicsikkel már, mint edző, fogok foglalkozni, kisebbekkel. Nyilván velük más lesz a viszonyom. Kicsit még vissza kell, hogy kanyarodjunk az Európa-bajnokságra.
Kik voltak az ellenfelek? Milyen nációból kellett, hogy megmérkőzzetek? 23 országból jöttek versenyzők, az összesítésben pedig az 5. helyen végzett Magyarország, ami nagyon szép teljesítmény. A magyar csapatnak mekkora részét adta az Ajka Egyesület? 13 fővel utaztunk ki, 13 gyereket vittünk. És ebből mennyien voltak az Ajkák? Az Ajkaiak voltak 13. Ja, csak az Ajkaiak, igen, bocsánat, igen. Közfélértettem. Egyébként 19 fővel mentünk Magyarországról. Beszélnünk kell arról is, hogy a karate, mint sport, én azt gondolom a küzdősportok inkább férfiasak. Hogy kerültetek ide? Luca, te mikor találkoztál először ezzel sporttal? Hát mozgáshiányom volt, és a bátyám is karatéra járt, úgyhogy úgy gondoltam, hogy kipróbálom. Ez volt az első, és itt is ragadtál? Igen. És van még mozgáshiányod, vagy ez bőven elég, és nincs gond az esti tévénésre? Bőven elég. Néha megmérkőzöl a bátyáddal is, vagy otthon szigorúan csak verbális ütközetek folynak? Hát edzéseken szoktunk összekerülni, aminek nem nagyon szoktam örülni, mert hát megkapom, amit otthon csináltam vele. Nem az igazi. Éva, te hogy állsz ezzel? Mikor még általános iskolába jártam és elsős voltam, akkor csak simán egy úgymond egy hobbit, egy szakkört kerestünk, és akkor találtunk rá erre a sportra, és így megszerettem és megragadtam nála. Hogy állnak az osztálytársaitok? Én mindig egy kicsit aggódos voltam, hogyha azt hallottam középiskolában, hogy valamelyik lány karatézni jár, akkor egy kicsit tartottuk a távolságot. Most mi a helyzet az iskolában? Hát néha szoktak vele vieskedni, hogy karatézni, de igazából így versenyek után, hogyha hozok az eredményt, akkor így érzem azt, hogy büszkék rám, meg így mondják is és gratulálnak, és ez így jó érzés. Helga, kell-e még a Szundo mesének a reklám? Vagy igen. Gyakorlatilag... Ránk fér. Ja, és mit tudtok tenni ennek érdekében? Te tennél többet, azt gondolom közel 30 éremmel hazajönni egy Európa-bajnokságról. Hova lehet ezt még fokozni? Mindig van mit tenni, mindig kellenek az emberek, mert ugye folyamatosan cserélődnek, van, aki elmegy, persze helyette jönnek újak. Mekkora a sportágnak a megtartó ereje itt Ajkán, hogy látod? Szerintem elég jó, igazából azok mennek el általában, akik tovább tanulnak. Lányok, veletek mi lesz? Még ugye 21 néhány év alatt vagytok bőven, de mik a további terveitek? Most melyik iskolába jártok, illetve merre tervezitek a jövőt? Hát én a Vörös Marti gimnáziumi osztályába járok, és úgy tervezem, hogy itt maradok 12-ig, úgyhogy még jó sokáig tudom folytatni. Össze tudod egyeztetni az edzéseket az iskolai tanulmányokkal? Igen, mert az edzések inkább este vannak. És van időt tanulni, vagy egyszerűen okos vagy, és nincs szükség a tanulásra? Hát persze, hogy van innen tanulni. Éva, te hova jársz? Én ide járok, én is Ajkára, a Bródi Imre gimnáziumba. És mik a terveid gimnázium után? Pesten szeretnék tovább tanulni a testnevelési egyetemen személyedzőként. És a sportág az marad? Hát remélem meg tudom tartani. Helga, mi történik akkor, hogyha nagy Isten az Éva elmegy Pestre? Létezik a sportágban a kettős igazolás? Vagy egyszer majd itt, egyszer Budapesten? Igazából ezt ő fogja eldönteni, hogy hol szeretne edzeni. Valószínű, hogy Ajkára is haza fog majd járni, hiszen itt nőtt fel, úgyhogy biztos vissza fog jönni. És mi lesz veled? Maradsz a családi iskolánál, vagy én érkeznek már csábító ajánlatok Veszprémből, mondjuk Pestről, vagy az ország bármelyik területéről? Veszprémben is van külön edző, úgyhogy igazából oda nem szeretnék menni. Maradok Ajkán. És ápolod tovább a hagyományokat. Tudunk-e valamit a nyári programotokról? Úgy vagytok-e, mint a focisták, hogy 2 hónapot pihentek, és szeptemberben kezdődik újra, vagy lesz valamilyen verseny? Verseny nem lesz, viszont egy 3 napos edzőtáborunk lesz majd. Hol tartjátok ezt? Zalaszentgróton lesz majd. És van nyári szünet? Tehát azt mondjátok, hogy 2 hónapig most mindenki menjen haza, és szeptember 1-én kezdjük újra? Vagy ezt nincs, nem engedhetitek meg? Nincs nyári szünet. Hogy bírjátok ezt, lányok? Nyári tábor az edzőtáboron kívül lesz? Hát de edzésre fogunk járni, mert mint amikor időnk engedi, akkor le fogunk járni. De itt már nem kell olyan szigorúan venni, amíg nem kezdődik el a versenyre a felkészülés. Éva, neked olyan nyári programod? Hát az edzéseket én sem tervezem hanyagolni, és ezek mellett úgy gondolom, hogy lesz időm másra is, a barátokkal, vagy akár milyen programra másra. Köszönöm, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, gratulálok még egyszer, és akkor eredményes nyarat, illetve további sok sikert és jó pihenést kívánok. Köszönjük szépen. Szervusztok. Viszlát.